Alig lehetett beférni a Városi Könyvtár előadó termébe kedd este, amikor az Arany János Egyesület meghívására Danielis Endre nagyszalontai irodalomtörténész tartott előadást. A téma Sinka István és felesége Pappiroska volt. Nagy várakozással tekintett a Fekete Bojtár szerelme című előadás elé Nagy László elnök. Hangsúlyozta, Sinka István azokról a tanyasi, pusztai emberekről írt műveiben, akik ma már sehol sem láthatók, legfeljebb az olyan emberek emlékezetében, mint Danielis Endre. Sinka István szeretjük, és róla szeretnénk hallani olyantól, aki őt magát is ismerte. A posztumusz Kossuth Díjas költőt Danielis Endre személyesen ismerte. A gyulai közönség számára rendhagyó előadással készült. A szalontai évekről szeretnék proprigo, és akkor pur secondo pedig egy olyan témáról, amivel jó magam sem foglalkoztam, hogy hogy is házasodott ő meg Pappiroskával. Danielis Endre elmondta, igazából Pappiroska az, aki Sinka Istvánt említve erős összekötő kapocsként szolgál Gyula és Nagy Szalonta között. Ott született Pappiroska, ugye Szalontától 8 kilométerre Erdőgyarakon, Sinka onnan választott felséget, már kinézte magának, 15 éves volt még a leányka, és végül is 21 néhány éves korában elvette. Három fia lett tőle, úgyhogy ez összeköt bennünket, de továbbra is beszélhetünk ugyan erről az immár feleségről, hogy a három gyerek mellett aztán bizony kilépett az életből, és itt van eltemetve Gyulán. Sinka István a magyar irodalom egyik fontos és érdekes alakja. Szegény családból származott, így már korán 10 esztendősen bojtárnak állt. Juhászként egy Petőfi kötettel járta a határt. Pappiroskával 1919-ben Vésztőn telepedett le. Művészi pályája azzal a néhány sorral kezdődött, amit a csizmájára írt fel. A 30-as években nehezen talált munkát, 1945 után pedig hosszú időre kívülrekedt az irodalmi életem. A Kossuth-díjat 1990-ben 21 évvel halála után ítélték meg neki.